Egy utóbbi adásunkban volt már arról szó, hogy a vidék miként maradozik le, és milyen problémákkal küzd folyamatosan. Mai részünkben is szintén ezt a problémát próbáljuk körbejárni, ám bár most a képbe kerülnek az állatok is. Vendégem a stúdióban dr. Hatházi Ákos, országgyűlési képviselő és állatorvos. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Elsőként is felszeretném tenni a nagy kérdést. Biztosan ön is olvasott róla, sokkal tájékozottabb, mint én. Hogy mi a teendő most? Ugye bejelentette egyrészt a kormány azt, hogy az állativartalanításban részt kíván venni, támogatja. Mi erről a véleménye? Ez egy természetesen egy támogatható folyamat lenne, nem olyan nagy összeget jelent ez, és hát mint ahogy a kormány sokszor csinálja, inkább propaganda célokkal próbál megoldani problémákat, de maga a kezdeményezés az természetesen üdvös. Elméletileg a önkormányzatok, a kis települések önkormányzatai pályázhatnak arra, hogy ivartaintásokat finanszírozzanak, és akkor ott a lakosság kutyáinál az ivartaintását fizessék ezeknek az állatoknak, és ez természetesen egy jó és nagyon fontos dolog. Sokkal nagyobb volumenben történhetne ez, és elsősorban a figyelmét kell felhívni az embereknek, tehát nagyon sokszor még azt tapasztalom, hogy még kollégák is, amikor megkérdezik, hogy kell-e ivartalanítani az állatot, akkor állatoros kollégák is azt mondják, hogy nem kell azt, meg vannak ilyen tévhitek, hogy hát egyszer elleni kell annak a kutyának, mert az úgy jó. Sokszor talán azért mondják a kollégák, mert egyébként maga a műtét ugyan rutin műtét, de egy kell hozzá egy tapasztalat, tehát nem a női varú kutyáknál nem a legegyszerűbb, tehát csináljuk naponta, de ezzel együtt kell hozzá egy bizonyos szaktudás. Mondhatjuk akkor azt ebben az esetben, hogy meghallották az emberek hangját, ugye azok az emberek, akik vidéken élnek, és folyamatosan jelzik a problémát, hogy egyre több a kóbor állat, és esetleg akár ezek az állatok betegségeket is hordozhatnak? Szó van itt erről? Hát nem tudom, hogy mit hallottak, meg mit nem. Ugye a kormány nagyon sok problémáról tud, nagyon sokszor nem nagyon akarja megoldani, ugye nagyon sok pénz olyan helyekre megy, ahova nem kéne. Ugye én sajnos utóbbi éveimet erre kellett, hogy áldozzam, hogy ezt megmutatni. Itt most az látszik, hogy valóban propaganda szinten elindult a kormánynak egy állatvédő kampánya. Az látszik, hogy ezt is inkább, persze, ahogy szokták, inkább a politikai célokból csinálják. Volt valamilyen konzultációjuk, és akkor minden fideszes képviselő ugye látványosan ugye kitöltötte ezeket a konzultációkat. Nyilván arra is szükséges ez a kormánynak, hogy kontaktokat gyűjtsön, tehát az embereknek az e-mailjeit megszerezze, de ezzel együtt azt mondja az ember, hogy persze legalább fölhívják a figyelmet egy fontos problémára. Árulján kérem, abban az esetben, ugye, mint én is említettem, azért én is vidékről jövök, tehát ismerem ezt a problémát, ugye a kóbor állatok. Lehet itt kutyáról, macskáról, vagy bármilyen állatról szó igazából, ami ugye kóborol és bemegy a városba. Mi lenne mégis az az észszerű lépés, amit ilyenkor tenni lehet egy városvezetésnek, vagy a helyi állatorvosoknak, annak érdekében, hogy ezt a óriás számú kóbor állatot valahogy meg lehessen állítani, vagy fékezni belátható időn belül? Ugye van sok minden, amit lehet tenni ebbe az ügybe. Én azt szoktam mondani, hogy talán a legfontosabb az lenne, hogy a felvilágosításon túl, mert nyilván a felvilágosítás a legfontosabb, és az ivartalanításon túl, az lenne, hogyha azoknak az állatoknak a tulajdonosait, akik ezt megengedik, azokat szankcionálni lehetne. Ugyanis legtöbbször, ugye kóbor kutyákról beszélünk, de Magyarországon szemben mondjuk Romániával, vagy ugye nálunk elmaradottabb országokkal, amikor kóbor állatról beszélünk, akkor legalábbis a kutyáknál legtöbbször nem klasszikus kóbor kutyáról van szó, hanem elkóborló kutyáról. Nagyon nagy a különbség. Tehát az, hogy ha az utcán látok egy kutyát, a legnagyobb része ezeknek nem elzavart, gazdátlan kutya, hanem egész egyszerűen úgy tartják, hogy el tud kóborolni.
már pedig ez a tulajdonosnak a felelőssége. Tehát Nyugat-Európában ilyet nem nagyon látunk, ott megvan ennek a kultúrája. Aki állatot tart, annak nyilván megvan a felelőssége, a felelős állattartás. És ez a kóborlás, elkóborlás, ez ugye kutyának sem jó. Tehát persze mondják, hagyd menjen, de nagyon sok veszélynek van kitéve, nagyon sok betegséget, balesetet összeszedhet, és tehát veszélyes számára, és ez nekik sem jó. A természetesen ivartanyítás fontos, és a egyik legfontosabb dolog. Ez különösen macskáknál, ugye beszélünk a kutyákról, macskákról. Macskáknál viszont ugye a gazdi sem tudja megakadályozni, ugye ha csak nem lakásban tartja az állatot, de őt azért a cicák többsége az vagy kinti, vagy kibejáró cica. Ott viszont valóban tulajdonképpen csak az ivartanyítás jön szóba, és hát felhívnám a figyelmét rosszabb akaratú embereknek, ugye nagyon gyakori, hogy zavarja őt egy szomszédos telken levő, van mondjuk egy beépítetlen telek, vagy csak úgy simán zavarja őt, hogy jönnek a macskák, és akkor elkezdik őket mérgezni, meg lövöldözni, meg minden disznóságot. De ez egyébként meg nem fogja megoldani a problémáit, mert hogyha ő megmérgez 10 macskát, akkor ugye lesz helyette 12 jön majd. Ugyanakkor, hogyha ivartanítják ezeket az állatokat, akkor különösen az a kandúr, az meg fogja az védeni ott a területet, akkor nem fog jönni oda újabb állat, nem lesz, és nem lesz fölösleges szaporulat sem, és hogyha ugye az adott populációban, ha csak a kandúrokat ivartanítják, akkor előbb-utóbb ugye a szaporulat is véget fog vetni. Előbb-utóbb csökkenni Igen. fog. Igen. Igazából így, ahogy beszélgetünk róla, azért látszik, hogy mi lenne az észszerű, és ugye mi a nem észszerű. De beszélgetésben ez mindig jobban látszik, mint amikor ugye cselekszik az ember, vagy pedig döntés előtt van, akár így is lehet mondani. Felmerül mégis a kérdés, hogy ha társadalmi szempontból nézzük az okokat, és keressük az okokat a lemaradozó térségek szempontjából, mik lehetnek azok a gondolatok, mi lehet az vajon, ami miatt ezek az állatok így megszaporodtak? Alapvetően nem... Én azért nem mondanám, hogy elszaporodtak, tehát a tendencia jó. Én hát most már sajnos több mint 20 éve kezdtem a szakmát, ahhoz képest is azt tapasztalom, hogy sokkal inkább tudják az emberek, hogy itt miről van szó, és hogy ez szükséges. Tehát én amikor kezdtem, akkor például tényleg teljesen el volt terjedve az a tévhit, hogy hát a kutyának muszáj az egészségének, szükséges, hogy egyszer eljen az a szegény kutya. Ez egy abszolút elterjedt tévhit volt. Ugyanakkor már, amikor kezdtem, akkor például tudtuk, hogy Amerikában pedig a kutyáknak a 90%-át ivartanítják. Ma már azért ez elterjed, de nyilván minél szegényebb egy régió, minél leszakadottabb egy régió, az elsősorban azért szegény és leszakadt, vagy pedig azt lehetne a kiút, ugye, hogy az ott élő embereknek a felvilágosítása, oktatása az, ami hiányos. És ezeknek a régióknak mindig az oktatás, a felvilágosítás lenne a kiút, úgymond a szegénységből, és hát az természetesen összefügghet, az állattartás kultúrája is összefügghet ezzel az elmaradottsággal. Mondom, én ebben a ügyben én azt látom, hogy van javulás, de még mindig nem elég. Tehát vannak még egyébként nagyon jól szituált, de magasan iskolázott emberek is, akik szokták mondani, hogy hát hagyd menjen az a kutya, és akkor elmegy a kutya, hetenként begyűjtik, a menhely már ismeri, folyamatosan visszaküldik, és ugye visszatér, hogy mit kéne csinálni. Akkor, hogyha ugye ezek a kutyák csipezve vannak, már pedig azért most már többség csipezve van, meg lehet mondani, hogy kié az a kutya, és utána egy szankcionálni. Tehát akkor, hogyha már 20-szorra megy el, 20-szorra fogják meg, akkor ugye szankcionálni kellene. Ez még nem működik. Na meg hát ez egy plusz költség igazából. Persze, ugye a befogása, valameddig tartása, kontaktfelkutatás, igen, hogy ki... Igen, de legalább ugye a költségeket ki kéne számlázni, és akkor azért jóval kevesebb lenne a kóborállat. Valószínű, hogy csökkenne a száma. Igen. Egyébként, hogy említette itt ezt a
ezt a figyelemfelkeltést, hogy figyelemfelhívás, hogy a kobolállatok esetében mit kellene tenni, és mit nem kellene tenni. Hogyan vizionálna egy ilyen programot például, hogy figyelemfelhívás vidéken is, de lehet az akár ez nagyobb városokban is például? Hát nézze, ezekből tehát reklámkampányokat ugye ma már tulajdonképpen néhány millió forintból lehet olyan reklámkampányt csinálni, amelyiket országosan lehet látni. Tehát, hogy a kormány 50 milliárd forintot költ évente, az hihetetlen szám, tehát 50 milliárd forintot költ saját maga reklámozására, propagandára. Az, hogyha ebből néhány 10 millió forintot erre költene, azt már gyakorlatilag rengeteg ember látná. Volt egyébként, mondom, egy ilyen kampánya most, nagyon átlátszó volt, mert leginkább saját magát fényezte ezzel, de legalább fölhívta a figyelmet erre a problémára. Első lépésként akkor el lehet mondani azt, hogy alapvetően jó talán ez az első lépés, hogy beazonosítjuk a problémát, és valamilyen fajta lépést teszünk iránta, de akkor azt mondja ön is, hogy mindenképp lenne még hova tartani, fejlődni? Természetesen mindenben van javítani való, és azt is tudjuk, hogy természetesen sokan vannak még mindig olyanok, akik azért nem ivartalanítják az állatot, mert nem engedhetik meg maguknak anyagilag. Ezzel együtt én azért azt szoktam mondani, hogy ugyanamikor elmegyünk az állatorvoshoz, az mindig nagy összeg, és tudjuk, hát ezeknek nagy költségei vannak sajnos ezeknek a rendelőknek, amikor kifizetjük azt az összeget, akkor néha nagyon mellbevágó, de mi meg a másik oldalról tudjuk, hogy a költségek is nagyon magasak. Az, hogyha ezeknek az embereknek segítenek, és ugye nagyon sok olyan igazi jó állatvédő alapítvány van, menhelyek vannak, akik egyébként ezt csinálják, és ezekben ezekre ugye gyűjtenek, és nagyon tisztességesen segítik ezeket az állatokat, és ugye hozzájuk is lehet fordulni. Tulajdonképpen ez eddig is már elég jól működött. Azt kell mondanom, hogy sokszor külföldi segítséggel, hogy ezek a menhelyek, állatvédő alapítványok nagyon sokszor külföldi alapítványoktól kapják erre a pénzt. Az, hogy most végre egyszer egy kisebb összeggel a kormány, magyar kormány is beszáll, ez mindenképpen üdvözlendő. Rátapintott egyébként a lényegre azzal, hogy azt mondta, hogy a magyar emberek nem feltétlen tudják ezt megadni maguknak, de ugye olyankor eszünkbe jut, hogy a kiskutyáért, a macskáért, vagy az állatunkért, a haszonállatért megadom ezt, vagy a kedvencét. Mennyire tartja egyébként azt banális vagy elvetendő ötletnek, hogyha azt hallaná, hogy az állatoknak is hozzunk létre esetleg egy közegészségügyet, ami azt takarná egyébként, pusztán csak az ötletről kérdezem a véleményét, hogy tegyük fel, hogy viszonylagos havonta kevesebb összegért, ugye ami visszaforgatandó lenne ebbe az egészségügybe, az állatok ezeket a kezeléseket meg tudnák kapni, hogy az ivartalanítás, ha problémája van, és akkor ugye nem a gazdinak kellene egyből ezt kifizetni. Van-e mögött logika? Sajnos ugye a klasszikus, úgymond közegészségügy lassan még az embereknél is összeomlik Magyarországon, tehát ott sem működik, már itt sem beszélhetünk társadalombiztosításról, meg is szűnt a társadalombiztosítás, erről kevesen tudnak, tehát most már amit befizetnek, az nem TB, nem egy társadalombiztosítás, nem az ön saját ellátására fizeti be azt a pénzt, hanem egy adót fizet be, amiből a kormány, ha akarja, akkor fizetheti a közellátást. Alapvetően sajnos ez állatorvoslásban nem nagyon működik. Volt ilyen a kommunizmusban, amikor úgymond kvázi ingyenes volt az állatorvosi ellátás, és ugye az állam fizette az állatorvosokat, akkor sem nagyon működött, és a színvonala sem olyan volt. Amiben lenne logika, ugye az, hogy az állatokra is fizetni egyfajta biztosítást, tehát nem egy közegészségügyet, de az, hogy egy magán, úgymond, társadalom biztosítást, hogy a párhuzamokat összehozzuk. Abban lenne logika, voltak erre próbálkozások Magyarországon, ezt ugye biztosító társaságok tudják megszervezni. Érdekes módon Nyugat-Európában egész jól működik. Magyarországon ez nem nagyon terjedt el, elég nagy baj. Elsősorban sajnos
a közmorálra tudnám visszavezetni, ugyanis ugye visszaéléseket is magában foglal ez, és akár az állatorvos kollégák részéről, sajnos ilyen is előfordulhatott, akár a tulajdonosok részéről ez előfordulhat. Létezik már most is, tehát vannak olyan lakásbiztosítások, ahol ugye egy kicsit nagyobb összegér beleveszik azt is, hogy egy bizonyos összegig az állategészségügyi ellátást is fizetik. Tehát ezek mennek, de Magyarországon még egyelőre nem annyira elterjedt dolog. Tehát akkor ez úgy értelmezendő egyébként, hogy tegyük fel, én ezt a fajta biztosítást fizetném, feltételes módban mondom. Igen. Fizetném, és a mindenkori állataimnak, az én tulajdonomban álló mindenkori állatnak ezzel el tudom azt úgymond intézni, hogy ők esetlegesen kapjanak ellátást, ivartalanítást, gyógykezelést, a gyógyszerek kiváltásában akár valamilyen szintű kedvezményt, ez lenne a koncepció? Igen, ilyenek, tehát voltak konkrétan ilyen konstrukciók, aztán megszűntek, de olyan létezik most is bizonyos biztosító társaságoknál, hogyha az ember köt egy lakásbiztosítást és egy bizonyos nagyobb összeget fizet, akkor egy bizonyos összegig, hogyha ugye váratlan, tehát ez elsősorban nem az ivartalanításoknak a kifizetése, hiszen az egy tervezhető költség, de ha váratlan állategészségi probléma van a kedvencnél, akkor azt fizetheti, nyilván attól függően, hogy mennyi plusz pénzt fizet ahhoz a biztosításhoz. Tehát ilyen létezik, van, aki él vele, van, aki meg néha visszaél vele, de ez egy jó irány. Nyugat-Európában ez működik, tehát ott konkrétan vannak ilyen úgymond TB-je az állatoknak is. Önt, mint állatorvost is kérdezték már erről, nem csak itt ugye most az interjúban, a stúdióban én megkérdezem öntől, de civil személyek is kérdezték már meg ezt öntől? Persze, ez egy létező igény, de sőt, mondom, amikor jó néhány éve ez elindult, kvázi kiraktuk mi is ugye ennek a hirdetését. Mondom, sajnos ez a közmorálon is múlik, a hozzáálláson múlik, és egyelőre mondom, Magyarországon ez nem annyira olajozott dolog, de lehetne. Tehát van rá egyre inkább igény a tulajdonosoknál, ugye egyre nagyobb a igény, hogy egy megfelelő állatorvosi ellátást kapjon az állat, és megfelelő színvonalút, de a mi szakmánkban egy gyönyörű szakma ez, és köszönöm, hogy itt beszélhetek róla. Az egyik legnehezebb dolog az, hogy valóban az állatorvos kollégák ugye napról napra szembesülnek azzal, hogy tudják, hogy mit kellene csinálni, milyen vizsgát kellene, még itt van egy kutya, itt vannak a tünetek. Sajnos ugye régen ugye az volt, hogy ránézünk és mondunk valamit, hogy mi lehet, de hát ez nagyon sok betegségnél nem lehet megmondani csak a kórelőzmény alapján, vagy a fizikális vizsgálata. Ezt kéne vizsgálni, azt kéne csinálni, és ezek ugyanolyan drágák, mint az embereknél, bár sokkal olcsóbban dolgozunk egyébként, mint az emberorvos kollégák. Ugye ott a TB fizet, nem tudjuk, érdemes megnézni, hogy ugye milyen pénzeket vesznek le egy-egy vizsgálatnál, de ezzel együtt valóban, amikor jön a betegség, és az soha nem jókor jön, az drága. És ilyenkor nagyon sokszor ugye van az a dilemma, hogy tudjuk, hogy mit kéne csinálni, de nem lehet finanszírozni. Hatházi Ákos úr, köszönöm szépen az eddigi válaszait. Köszönöm. Önök pedig, kedves nézőink, ne menjenek sehova, rövid reklám után visszatérünk. Köszöntjük kedves nézőinket! Mostantól az Egyetem TV műsorán is tájékozódhatnak az aktuális időjárásról. Minden nap elhozzunk nézőinknek a legfrissebb előrejelzéseket. Eláruljuk, hogy mikor készíthetjük a naptejet. Vagy ragadjunk-e inkább esernyőt.
minden, amit a délalföldi időjárásról tudni érdemes. Itt az Egyetem TV műsorán. A robotoknak is lesz a jövőben pszichológusa? Abszolút. Kell egy olyan ember, aki ahhoz ért, hogy a robotokat hogyan kell tervezni, az érzelmeik hogyan működnek, hogyan kell lehatárolni az etikai szabályokat, ez mitől működik, mitől nem. Annyit tudott a program, hogy ismerte a lépéseket. Tehát az, hogy lép a király, hogy lép a fitú, hogy lép a bástya. És elkezdett maga ellen játszani ez a program, és néhány óra alatt elérkezett egy olyan színvonalra, hogy a nemzetközi nagymestereket Kenterbe tudta el. Lehet idézni olyan szkifiket, hogy a Matrixban ugye lényegében a mesterséges intelligenciának azt a feladatot adják, hogy tegye az emberiséget minél boldogabbá, hát az emberiség attól lesz boldog, hogyha elemként működő végtelen álomba ő elvegetál, de hát a feladatát teljesítette a gép, mert minden ember boldog lett. Adott szoftvernek lehet adni olyan bemenetet, olyan inputot, aminek a hatására a szoftver váratlanul kezd el viselkedni, és olyan dolgokat csinál, amit valójában a támadó szeretne elérni. Nagyon nagy segítség tud lenni egy ilyen intelligens gép, akár nagyon komplex szakmai ismereteket igénylő munkában is segítség tud lenni a mesterséges intelligencia. Volt itt már szó az előzőekben arról, hogy milyen hozzáállás kell ahhoz, hogy figyeljünk ugye haszonállatainkra, kedvenceinkre, miként jelenik meg a vidéken is ugye ez a fajta lemaradozás, mint például a gondolatok szintjén is, és azon tekintetben is, hogy mit tegyünk akkor, amikor állatainkkal probléma van, megszöknek. Ugye ilyenkor különböző költségek merülnek fel, azaz már is feltehetjük azt a kérdést, hogy pénz kérdése. Ezekről még nem beszéltünk, és pont ezzel kapcsolatban szeretném önt kérdezni, Hadházi Ákos úr, hogy mit gondol arról, ugye állatorvosként is kérdezem, és civil emberként is várom a véleményét ezen szempontból, hogy egy ilyesfajta beruházás, amikor arról beszélünk, hogy ugye ezt az állatot ivartalanítani szeretnénk, vagy állatokat, akár többet is, ez mennyire költséges? Magyar szempontból is kérdezem, ugye magyar pénztárca diktál ebben a szempontban nagyon is, és hogy végül is miként, mit kell tenni ennek érdekében? Hogyan indul el egy ilyen folyamat? Hát gyakorlatilag ugye elég sok állatorvos végzi ezeket, a műtéteket, őket kell fölkeresni, vagy fölhívni, és akkor adnak egy időpontot. Gyakorlatilag ambuláns műtét, ahogy ugye az első részben is mondtuk, a rutin műtéteknek számítanak. Női varú kutyánál azért én mindig elmondom, egy nagy és komoly műtét. Ott a női varú kutya anatómiája miatt azért ez egy tapasztalatot igényel, de ezzel együtt vannak olyan állatorvosi rendelők, akik ugye ezt gyakorlatilag naponta többet is megcsináltak. Ott ezt nagy biztonsággal lehet végezni. Ha a költségeit kérdez, ugye változó, sok mindentől függ a elsősorban ugye a állat méretétől, ugye ez a maga az altatószernek, meg a varróanyagoknak és a műtét idejének is a meghatározója, és függ attól is, hogy ez milyen felszereltségű, milyen mennyire igényes helyen csinálják. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ugye egy macska, egy kandúr macska ivartalanítása, ez olyan nagyjából 10-14 ezer forintból szokott indulni, és ugye ha azt mondom, hogy egy 60 kilós nagytestű kutya, akinél mondjuk a altatási protokollból úgymond a legjobbat választják, ugye lehet altatni injekciósan, mint ahogy úgy szoktam mondani, hogy az állatorvosok általában csinálják, injekcióval altatjuk, injekcióval ébresztünk, de
van lehetőség a jobban felszerelt rendelőkben, hogy altatógéppel altatunk ugyanúgy, mint az embereket, ennek egy nagyobb a altatási biztonsága, és szebben is ébrednek az állatok. Tehát ahol, ha azt mondom, egy nőivarú nagytestű kutyának a nagyon jó helyen, tehát egy nagyon felszerelt, sok asszisztens helyen, és altatógéppel altatott műtéte az akár 100.000 forintos összeg is lehet, de azért ennél jellemzően ugye kisebb beruházások. Ha megnézem a külföldi árakat, tehát hogyha nyugat-európai árakat nézek, akkor ahhoz képest azért nagyon olcsón dolgoznak a magyar kollégák, viszont vannak olyan helyek, ahol ugyanolyan színvonalon, ugyanolyan biztonsággal megcsinálják ezeket a műtéteket. Tény az, hogy a tandemen belül ugye tudományos tényekről szoktunk beszélni. Az altatás ugye kapásból egy olyan tudományos dolog, hogy miként történik, milyen módszerek vannak rá, és ennek egyéb részei. Viszont fontosnak tartom azt is, hogy a kemény valóságról is beszéljünk. Ami pedig ott ütközik ki, ugye, amikor is otthon, házilag valaki elmegy, és hát vidékiesen fogalmazva, engedje meg ezt a kifejezést, kiherüli a macskát. Az azt jelenti, hogy ugye belehúzza egy zsákba, és akkor valamivel kivágja. Ennek milyen veszélyei állnak fent, ha valaki így házilag egy kókler csinálja ezt? Hát én már azért remélem, hogy ilyen nem nagyon van. Tehát legalábbis én ott a szexuális környékén ilyet azért már nem nagyon hallottam. Ez természetesen kínzás. Ha nem jól csinálja, akkor ugye nyilván elvérezhet a cica, tehát... De ez én remélem, hogy azért ilyen már nem nagyon van, ugye ezt régen mondták, hogy csizmaszárban meg minden, de én ezekkel már nem nagyon találkozom. Ugyanúgy fennáll, gondolom, a fertőzés veszély. Hát az is természetesen, igen, de ez hála Istennek, ez ma már szerintem ez a múlt. Abban az esetben ugye azért sikerült felfednünk, hogy miből áll ugye az ivartalanítás, amint mondta azt ugye, hogy eltávolítás. Milyen más lehetőség van még az ivartalanítás állatok esetében, akár kutya, macska, vagy bármilyen olyan haszonállat, amit tegyük fel, én valamilyen okból ivartalanítani szeretnék? Gyakorlatilag amit szoktunk használni kankutyáknál, létezik egy úgymond kémiai kasztrálás, amikor egy implantátumot helyezünk be. Ennek az ára miatt nincs nagy elterjedtsége, ez be egy injekció, egy implant, mint amikor becsípezzük egy implantátumot, teszünk be a bőre alá. Meglehetősen költséges dolog. 5 hónapig ebben az esetben kvázi kémiailag ivartalanítottuk az állatot. Ezt inkább akkor szoktuk javasolni, amikor prosztata gondjai vannak, idős állatról van szó, és emiatt már a műtéti kockázat nagy, de ugyanakkor elsősorban a prosztata problémák miatt jó lenne ivartalanítani, akkor ezt meg szoktuk csinálni. Ilyen lehetőség van, egyébként ugye a műtét. Na most persze, amikor csak azért ivartalanítanak egy állatot, hogy amúgy nem kóborolna el, és azért csinálják csak, hogy azzal a tüzeléssel járó kellemetlen periódust ugye megkíméljük, akkor azt szoktam mondani, hogyha nagyon nem akarja, akkor ugye építészetileg meg lehet ezt oldani, tehát hogy ne jöjjön be hozzá a kankutya. Azt is azért el kell mondani, hogy az ivartalanításnak van nőstény, tehát kan kutya esetében ugye a prosztata problémákat lehet vele megelőzni, sőt, elég sokat terápiásan is kezelni. Nőivarú kutyáknál, nőstény kutyáknál viszont egy nagyon vezető halálokot lehet vele gyakorlatilag kiküszöbölni, ez pedig az emlődaganat. Tehát az emlődaganat nagyon gyakori a kutyáknál, ugye most már elérik azt a kort, amikor ez egyre gyakoribb lett, ugyanúgy, mint az emberen is, ugye a korral nő a rizikó. És a jellemző, tehát azt tudni kell, hogyha az első tüzelés előtt ivartalanítunk, akkor gyakorlatilag ezzel eset 100%-osan meg lehet előzni a emlődaganatok kialakulását. Ez egy nagyon fontos dolog, és akkor még nem beszéltünk az egyéb úgymond nőgyógyászati problémákról. Elég gyakori náluk a gennyes méhgyulladás és ugye egyéb petefészek problémákról. Ezeket meg lehet előzni ezekkel az ivartalanításokkal.
Amikor az első kettő tüzelés között hivatalítunk, akkor is nagyon jelentősen, nem tudom, 98%-ban még ezt a emlődaganatot meg tudjuk vele előzni. Érdekes, hogy amikor már később hivatalítunk, akkor már ez a jótékony hatás, ez nem nagyon, tehát ez már nem áll fel, ez a jótékony hatás. Emiatt egyébként ugye egy sok hosszú évekig egy komoly vita volt, tényleg nagy tudományos viták voltak, hogy mikor kell végezni, mikor ajánlott végezni a ivartanyítást. Amerikában például a kiskutyákat már 3-4 hónaposan a többségét akkor ivartanítják. Az európai iskola az azt mondta, hogy ennek ugye vannak hátrányai, inkontinenciát okozhat, hogyha korábban csináljuk, elhízást okozhat, hogyha korábban csináljuk. Nagyon sokat vizsgálták ezeket a kockázatokat. Azt tudjuk mondani mostanában, én azt szoktam mondani, hogy az első kettő tüzelés közötti szerintem az ideális, de Európában is egyre többen elfogadják, hogy akár az első ivazás előtt is, tüzelés előtt is meg lehet csinálni. Doktor úr, vagy képviselő úr, ugye minden kétféleképpen mondhatom, mivel hogy mind a két minőségben van itt most nálunk, ugye egyrészt, aki járja az országot, másrészt pedig az, aki ugye állatokkal foglalkozik. Felmerül a kérdés, ugye a közszáj szokta mondani, ugye főként vidéken, az én családomtól is hallottam már ezt a bölcsességet, vagy nem is tudom, inkább ilyen közmondásszerűséget, hogyha ivartalanítjuk az adott állatot, annak nőni fog a súlya, akár hatványozottan, vagy nem. Ez mitől szokott előfordulni egyébként, igen, hogy étvágyasabbak lesznek a kutyák, vagy a macskák is? Én azt szoktam mondani, hogy gazdaságosabb lesz a kutya, kevesebbet kell neki adni. Alapvetően ugye ez részben, ez egy részigazság, de nagyon sokat vizsgálták, körülbelül 100-ból egy esetben, tehát az ivartanyított állatok 100-ból egy esetben valóban elég nehezen lesz kontrollálható a testsúlya az állatnak, de a másik 99%-ban ugye kis odafigyeléssel ez a kockázat ez kiküszöbölhető, egy picit kevesebbet kell adni az állatnak, többször adom neki, nem adok neki túl sok nasit. Azt szoktam mondani, ugye, hogy a kutyáknál a fogyókúra könnyebb, mert ő nem tudja a hűtőt kinyitni. Ez valóban sajnos 100-ból egyszer gyakorlatilag nem nagyon tudunk mit csinálni a elhízásra, ugye ennek hormonális oka van. Azonban annyira sok a jótékony hatás az ivartanyításnak, hogy ezt én azt gondolom, hogy meg kell vállalni, és érdemes bevállalni. Abban az esetben egyébként ugye az ivartalanítást azt gondolom, hogy elég jó minőségében sikerült kibeszéljük. Ugye minden szem pénzkérdéséből, döntéskérdéséből és egyéb más ugye következmények és pozitívumok. Mégis van egy olyan szegmens, amiről még nem beszéltünk, az pedig ugye a veszettség. A veszettségről mit kell tudni? Ez egy betegség? Ez egy baktérium? Ez egy vírus? Mi ez valójában? Nagyon sokan azt gondolom, hogy nincsenek tisztában ezekkel a fogalmakkal. Igen, ugye itt az az összefüggés, hogyha sok a kóbor állat, akkor az terjeszteti a zoonózisokat. Zoonózisnak hívjuk azokat a fertőzéseket, ami ugye az állatról az emberre megy. Sajnos ugye most, ami miatt itt ugye maszkban beszélgettünk, a koronavírus is tulajdonképpen zoonózisként került át az emberekre, és most is lehet akár zoonózisként is nevezni, sőt, hát sajnos ugye antropozoonózisként, amikor ugye az emberről megy át az állatra, erre is vannak már evidenciák. A kóbor állatok esetében a veszettség is szóba jön, és szívesen beszélek, de majd szóljon rám, hogy maradjon idő, mert ha ebben a tekintetben nézzük a kóbor állatokat, akkor van egy másik betegség, amiről jóval kevesebbet beszélünk, ez pedig a leptospirózis, és ha lesz egy pár perc a végén, arról is szívesen szólnék pár szót. Veszettség úgymond szerencsére ma Magyarországon meglehetősen ritka, ez azért van, mert ugye oltják a kutyákat, és ezen kívül pedig a rókákat repülőről vakcinázzák, dobálják le azokat a úgymond orális vakcinákat, megeszi a róka ezeket a preparált falatokat, és ennek meg is van az a jótékony hatás, hogy gyakorlatilag 2017 óta Magyarországon nem volt megállapított veszettség, humán emberi veszettség meg már nagyon régen nem volt. És azok, amik voltak, azok is macskától voltak, ezt erre szeretném felhívni a figyelmet, ugye az emberek a kutyáknak az oltását
ra szoktak gondolni, mert hogy az a kötelező, de a cicáknak az oltása, tehát a kijáró cicánál nyilván, aki lakásban van, nem, de aki kijáró cica, azt én mindenképpen javaslom annak az oltását. Hála Istennek, ahogy mondtam, 17 óta nem volt veszett esetünk, és nyilván egyszer majd valamikor ugye kvázi meg is szűnhet a vakcinázása ezeknek az állatoknak. Azonban a cicánál ugye gyakoribb, rálép a gazdi véletlen farkára, odaharap, oda karmol, és akkor már rögtön jön, hogy vagy cicáknak elég, a lelkük elég változékony, és akkor van egy rossz napja, és akkor csinál valami csúnya dolgot, akkor rögtön lehet gondolkodni, ha nincs beoltva, hogy jaj, most akkor a cica megveszett, vagy csak éppen rossz napja van. Tehát érdemes ezeket megcsinálni. A veszettség ugye egy vírusos betegség, az benne a rossz, hogy kvázi gyógyíthatatlan, bár a utóbbi években elvileg létezik egy úgynevezett Milwaukee protokoll, ott egy orvos Kínában egy kisgyereket, egy veszettségben megbetegedett kisgyereket mélyaltatásban tartott elég sokáig, és antivirális szerekkel kezelte, és meggyógyult ebből a betegségből, de azért ezt még mindig a veszettséget sajnos úgy kell venni, mint egy kvázi gyógyíthatatlan betegség. És hogy ugye még visszatérjek itt a mostani járványtani helyzetre, ahogy jöttem, megnéztem, nem olyan régen adott ki ugye a Nébih közleményt, hogy a román határnál a román hatóság most egy hónap alatt jó néhány veszett állatot talált, kutyát is, rókát is, és ugye ezek a veszett állatoknak, amikor megvész az állat, annak az egyik tünete, hogy borzasztó sokat mennek, tehát elindulnak bele a világba, több 10 kilométert is vándorolnak, tehát ez átjöhet. Tehát sajnos ugye Magyarországon is megcsinálták a repülőgépes vakcinázást, aztán utána leálltak vele, és utána Szerbiából nagyon szépen följött sokáig. Most megint, hála Istennek, 2017 óta úgymond mentesek vagyunk tőle, de azért ezt csinálni kell. Idegrendszeri tüneteket okoz, agyverőgyulladást okoz, ugye az ideg sejteken keresztül megy föl az agyba, és ezért van az, hogy amikor kap egy harapást valaki, a nyál mirigyek sajnos, hát a nyálon keresztül a nyálba is bemegy ez a vírus, ott szeret lenni, minden vírusnak van valami kedvenc helye, és ugye a nyálban is szeret lenni, meg az idegekben, agyban szeret lenni. És amikor ugye megharap valakit, akkor ugye az ideg sejteken keresztül szépen följut, eljut a nyálmirigybe és az agyba. Ezért van az, hogy elég hosszú idő eltelik, amíg megharapja, és amíg ugye ki megjelennek a tünetek. Ez a lényege, ugye vakcinázni lehet vele, illetve ha az embert megmar egy állat, akkor még akkor is van időre. Azért szokták két hétig megfigyelni ilyenkor a nem oltott állatot, tehát aki nincs oltva, azt két hétig ugye megfigyelik, mert a 8-10 nappal, mielőtt az állat úgymond megvész, tehát mielőtt látszanak a tünetei, azelőtt 8-10 nappal jelennek meg a nyálmirigyében a vírusok. Ezzel, hogyha ugye két hétig figyeltük és nem lett baj, akkor nem volt fertőző az állat. Úgyhogy ez egy ilyen betegség. Jelen pillanatban, hála Istennek, nagyon visszaszorult. Az van, hogy amikor ugye abba hagyják a vakcinálást, akkor ez még vissza tud jönni, mert Szerbiában, Romániában azért ez nem annyira jó még a járványtani helyzet. De nincs olyan rossz helyzet, mint mondjuk Törökországban, Indiában, afrikai országokban. Köszönöm szépen egyébként, hogy említette ugye a vakcinát. Tehát, hogy erről a szó, ugye most nagyon-nagyon, ha most rákeresnénk az interneten, hogy hányszor hangzott el a vakcina, igen, szó, akár az emberek szájából és az interneten, igen, szerintem trilliárdos mennyiséget, igen, találnánk. Viszont mégis mi nem a koronavírus vakcináról fogunk most beszélgetni egy kicsit az utolsó pár percünkben, hanem a veszettség elleni vakcináról. Valójában ez hogy működik? Ez is egy elölt vírus egyébként, amit benne tartanak, és az állatokba beleoltják meg, hogyha valaki például ember megvész, úgymond talán lehet ezt igei kifejezésként mondani, az is ezt a fajta vakcinát kapja? Ugye itt az elölt vakcinák hoztak nagyon komoly előrelépést, illetve aztán emberen az alegységvakcina. Alegységvakcina az azt jelenti, amikor csak egy fehérjét, tehát nem adjuk be a teljes vírust, hanem egy fehérjét adunk be. Ugye itt erről a köznépben ugye nagyon féltek
a veszettség vakcinától. Tehát az volt, ugye, amikor megharapott valakit egy veszett állat, vagy veszett gyanús állat, akkor ugye mindig csak akkor vakcináztak régen, amikor nagyon muszáj volt, mert azok gyengített vakcinák voltak. Tehát amikor nem ölték el a vírust, hanem gyengített vakcinák voltak. És gyakorlatilag sajnos sokszor nem is maga a állítólag, nem is maga a vírus, hanem amin azt a vírust tenyésztették, annak az egy komponense okozott bénulást embereken. Tehát le lehetett bénulni, hát pontosan nem tudom, de nagyjából 1000-ből egyszer, de 100 és 1000-ből egyszer közötti gyakorisággal, de le lehetett tőle bénulni. Hála Istennek ma már nem tudom ennek a gyakoriságát, mert ma már az embereken, és ugyan Magyarország volt az utolsó, ahol a újfajta oltást bevezették, de ugye már nálunk is már régóta kockázatmentes vakcinával vakcináznak. Elmondta egy professzorom, hogy állítólag létezik az egy nap alatt megőszülés, mert ő látta, amikor egy kollégámat beoltották veszettség ellen, és elkezdett bénulni, akkor egy nap alatt megőszült, szerencsére aztán nem bénult le. Akkor én visszatérek erre a leptospirára, hogyha tényleg pár percünk van. Tehát a leptospirózis az nem vírusos, ez egy bakteriális betegség. Gyakorlatilag alig-alig tudnak róla az emberek, nincs benne a köznyelvben. Azért, mert nagyon ritkán diagnosztizáljuk, de ez nem azt jelenti, hogy ritka a betegség, hanem viszonylag jól gyógyul penicillinre, egyszerű penicillin készítményre. Ugye sajnos az van, hogy nagyon sokszor anyagi okokból mi nem tudunk diagnózist csinálni, de amikor van egy lázas állapot, egy-két nap alatt nem javul, bizonytalan tünetekkel, nagyon sokszor megkapja a penicillint az állat, és ez gyakorlatilag a leptospirás tüneteit javíthatja. Az ezzel a gond állaton is, hogy ha gyógyul az akut beteg állat, ott maradhatnak benne, elsősorban a vese szövetek között, ott maradhat ez krónikusan, ez a fertőzés, ahogy a koronavírus is sajnos krónikusan is okozhat problémát. A leptospira bennmaradhat a szervezetben, és később a kutyákon is akár krónikus vese problémát okozhat. Lehet, hogy évek múlva, amikor van egy veseelégtelenség az öreg kutyának, akkor ezzel a korábbi fertőzésével volt gond. A nagy probléma az, hogy úgy tűnik, hogy ez ugyanúgy embernél is előfordulhat. Tehát a kutya leptospirózis is, mint ahogy sok minden más betegség, a kutya leptospirózis is zoonózis, tehát az ember is, a gazdi is megkaphatja. Elsősorban vizelettel, kisebb részben vérrel, hát ugye a vérrel nem fog a gazdi találkozni, a kutya vizelettel fölveheti, én magam is néha zavarban vagyok, mert nem mindig tartjuk be azokat a óvintézkedéseket, hogy például egy kutya vizelethez hozzányúlunk, vizsgáljuk, akkor olyan nagyon vigyázunk magunkra, de ezt szoktam mindig a kollégáimnak, hogy tegyük meg, ugyanis ugye ez emberen is okozhat problémát, nem mindig ott sem könnyű diagnosztizálni, de mert valamikor ott is ugye nagyon enyhe betegségeket okoz, tehát mint ahogy a korona is sok emberben, hála Istennek, enyhe betegséget okoz, a leptospira is van, amikor enyhe betegséget okoz, kicsit lázasak vagyunk, kicsit influenza-szerű tünetünk van, aztán elmúlik. De elég sok felvetés jön abból a szempontból, ennek is egy picit utána olvastam, ez még mindig sajnos tudományos kérdés, nem egyértelmű az összefüggés, de nagyon ott van a jelzés, hogy ugye bennmarad a leptospira, és összefüggés lehet a korábbi leptospirás fertőzések és a veseelégtelenség kialakulása között. Tehát lehet, hogy ma valaki egy picit rosszul érezte magát, mert a kutyájától megkapott egy leptospirát, aztán utána 10-20 év múlva pedig azért fog járni dialízisre. Ezzel annyit kell még tudni, hogy a kutya leptospirájával szemben ugye elég jó védőoltás van, ezzel a törzsel szemben jó védőoltás van, ezért szoktuk azt javasolni, tehát igenis, hogy van jelentőség a kombinált oltásoknak, tehát amikor arról beszélünk, hogy kutyát oltsunk, akkor ma nem is feltétlenül szerintem a veszettség a leglényegesebb, ugye ez a kötelező, de nem ez a leglényegesebb, a leptospirának például sokkal nagyobb a szerepe. Sajnos azt is hozzá kell fűzni, hogy ugye nem csak kutya leptospira törzs van, hanem ugye más állatoknak is megvan, nagyon sokféle leptospira törzs van, és sajnos nincs
elkaphatja a kutya, elkaphatja az ember is, de ezek között a törzsek között nincs keresztvédettség, tehát ha az egyiken átesik, akkor az nem jelent, hogy más ellen is védi. Ezzel együtt a kutya leptospira oltásoknak is igenis, hogy van jelentősége, és javaslom a beoltást. Sajnos nem tudja feltétlenül az egy évet, tehát egy olyan körülbelül 10-11 hónapig véd, de ennek ellenére érdemes mindenképpen a télen ez a betegség nincs, mert nem bír ki annyit, de amikor jönnek a enyhébb idők, jönnek a nedves idők, pocsolyák ott, vízesebb helyek, akkor ezek létező betegségek. Hatházi Ákos úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta egyrészt a meghívásunkat, másrészt pedig szeretném azt is megköszönni, hogy felvilágosító jellegűen ilyenfajta információkat nyújtott nekünk. Én azt gondolom, hogy a nézők is nagyon hálásak lesznek annak köszönhetően, hogy ilyen dolgokról is tudunk itt az Egyetem TV a tandemen belül beszélgetni. Én is hálás vagyok, köszönöm, hogy néha úgymond fontos dolgokról is beszélhetek. Köszönöm szépen. Önöknek pedig, tisztelt nézőink, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottak ebben a részben. A tanúságot érdemes levonni, és én személy szerint azt gondolom, hogy mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy meghozza-e a megfelelő döntést kisállataival vagy haszonállataival szemben. Nagyon fontos az egyébként, hogy a vidékről is tudtunk beszélni, tehát vidék sorozatunknak úgymond egy újabb fejezetéhez tudtunk a mai epizódon belül elérni. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra!